a rendőrök a szórakozóhely csak nem valamennyi helyiségében kábítószert találtak. A helyszínen tetten értek egy 18 éves felgyői fiatalembert, aki a marihuánát tartalmazó plaketteket árulta. Tőle több 10 000 forintot foglaltak le a rendőrök. Ellene kábítószerkereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás. Kihallgatását követően a hódmezővásárhelyi nyomozók őrizetbe vették, és kezdeményezték előzetes letartóztatását. Büntetőeljárás indult az ingatlannak a tulajdonosa ellen is. A 61 éves férfit azzal gyanúsítják a rendőrök, hogy kábítószert fogyasztó fiatalok rendelkezésére bocsájtotta a tulajdonában lévő ingatlant. A rendőrök a helyszínről 34 embert állítottak elő az éjszaka folyamán, többségük ruházatából kábítószergyanús anyagokat foglaltak le, ellenük kábítószer birtoklása vétségének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás, illetőleg büntetőeljárás indult egy másik kábítószer kereskedelem meggyanúsított fiatalember ellen is, ugyanakkor nem készpénzért adta a ismerőseinek a kábítószert, hanem tulajdonképpen megkínálta őket, de a jog szerint ez is kábítószerkereskedelemnek minősül. A Hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság a Nemzeti Adó és Vámhivatal közreműködését is kérte. A pénzügyőrök számos szabálytalanság miatt kezdeményeztek eljárást. A kábítószerkereskedelem büntetési tétele egyébként 2-től 8 év közötti szabadságvesztéssel büntethető.